Barbie, a sziget hercegnője. Srácok, próbáljátok komolyan venni, jó? Várjál, itt látsz, hogy jön ez a macika. Sziasztok srácok, nem vagyok, és a mai videóban köntösbe fogok lenni. Nem amúgy komolyra véve a témát, az önbizalom hiányosságról fogok nektek beszélni, meg hogy én miért voltam az, és hogy miért nem vagyok az, és hogy amúgy miért vagyok köntösben. De ez majd a végén fog kiderülni. Nem, mint a videó végén. Szóval ugye hát én is önbizalom hiányos voltam, és régen nagyon sokat engem csesztettek az általános iskolában, mert nem volt tökéletes modell alakom, meg hát minden ilyesmi, és ezáltal engem nagyon sokat csesztettek, hogy előedeszka hátul létsz, meg nem szép az orrom, meg a szemöldököm, meg a szemem, meg a szám, meg úgy mindenem. Tehát engem szétszedtek egy időben az általánosban, hogy én csúnya vagyok, és hogy tudok élni ilyen kinézettel. És ugye hát ez engem nagyon sokszor megbántott, de tényleg nagyon rosszul esett, és hát ezért ez eléggé elvette az önbizalmamat, és egy volt lány osztálytársam mondta, hogy a mi osztályunk az eléggé önbizalom romboló osztály volt. Persze nem azt mondom, hogy egy nagyon gáz osztályom volt, mert jó volt, csak hát voltak ilyen pillanatok, főleg nekem olyan 4, 5 és 6-ban volt ez a korszak, amikor eléggé szétszedtek. Úgyhogy ez eléggé rombolta az önbizalmamat, de 2017-ben elkezdtem beszélni egy srác, egy videós sráccal. Most már 2018-ban is még évelején nagyon jóba voltunk, aztán most már nem vagyunk jóba. Mindegy, szóval ő mondta, hogy szedjem le az összes olyan képemet, amint akarom az arcomat, ugyanis rólam tudni kell, hogy régen, hogyha megnézitek Facebookon is a régi profi képeimet, hogy régen mindig valamilyen szinten takartam az arcomat, hogy ne lássák az emberek, főleg az orromat, ugyanis én nagyon utálom az orromat, hogy ilyen, vagyis hát utáltam, most már annyira nem. A lényeg az, hogy leszedette velem az összes olyan képemet, amint akarom az arcomat, mert azt mondta, hogy szép vagyok. És ugye mivel hát ismert is volt, mert minden ilyesmi, ezért eléggé feldobta így az önbizalmamat, hogy na, akkor lehet, hogy tényleg szép vagyok. És ugye hát említettem, hogy az alakommal is elég sokszor csesztettek, és hát tudtam, hogy elől, hogyha lapos vagyok, azzal nem tudok nagyon mit kezdeni, csak push-upot hordani, de nem akarok ennyire fék lenni, hogy ilyen nagy izé push-upba fogok járni, azt én ikerekkel, tehát az én nem. De viszont hátul a pusimmal esetleg tudok kezdeni azzal, hogy edzek rá. És hát 2016 vagy 2017 nyarán baromi sokat edzettem, hogy legyen valami alakom, és hát úgy gondolom, hogy már van egy kicsi. Nem azt mondom, hogy tökéletes modell alakom van, de mivel alacsony vagyok, így nem is kell hatalmas nagy segg vagy hatalmas nagy mellek, úgyhogy úgy gondolom, hogy amúgy nincsen annyira rossz alakom. Úgyhogy én teljesen ezzel így meg vagyok elégedve, mert mondták nekem már fiúk, hogy az ő lány osztálytársai mindig azt mondják, hogy ők azért ennyire laposak, mert hogy a gének, de igazából nem. Ha nincs csípőd, felmész a YouTube-ra, vagy Pinterestre, vagy bárhova, és beírod, hogy csípő tornák, vagy valami ilyesmi, hogy legyetek kreatívak, mert én is ugyanígy rákerestem ezekre a dolgokra, és igazából én se magamtól tanultam, és én sem magamtól találtam ilyen videókat, hanem mondtam, hogy elterveztem, hogy oké, én most nagyon popsit szeretnék, és akkor beírtam a netbe, és találtam képeket Pinteresten, videókat YouTube-on, meg mindenféle fórumokon ilyen dolgokat, amiket elolvastam, és elkezdtem edzeni, és hát lett egy alakom. Aztán ugye hát említettem, hogy ugye az orrom. Ugye hát én az orromat nagyon utáltam, de most már így, ahogy elkezdtem videózni, és tőletek is pozitívumokat kapok, hogy szép vagyok, hogy példakép, hogy gyönyörű, vagy stb. Nem azt mondom, hogy tényleg gyönyörű vagyok, hogy nagyon szép lennék, de igazából ez is baromi sokat dobott az önbizalmamon. Igazából teljesen elfogadtam magam, főleg az abban is látszódik, hogy van rajtam egy köntös, egy rózsaszín macis köntösben videó, vagy ez kutya? Ez kutya vagy maci? Szerintem ez kutya. Nem tudom, szóval már annyira nagy önbizalmam van, hogy már annyira leégettem magam előttetek, hogy nektek ez tetszik, és igazából az egész videót azért csinálom, mert nektek tetszik, és én meg leégettem magam. Hát kit érdekel, annyira élvezem, hogy így, tehát hogy én azért szeretem a csatornámat, ez most kicsit eltér, de azért, mert én teljesen önmagam vagyok, mert teljesen imádom így leégetni magam, és igazából a live-omban is, meg a live után is szokták emberek mondani, hogy tök közvetlen vagyok veletek, és úgy beszélek veletek, mintha a haverém lennétek, és ez amúgy tényleg így van, mert itt a live-okban is mindig mindenre válaszolgatok, próbálok, tényleg normális vagyok veletek, és a videókban is, tehát én igazából valójában is ugyanígy leégettem magam, ugyanilyen gyorsan beszélek, ugyanilyen hülyeségeket tudok összehordani néha, meg mindig a szemöldökömmel ezt csinálom. Visszatérve a témához, úgyhogy én azt mondom nektek, hogy igaz, már nincsen nyár,
mert ugye hát nyáron kértitek ezt a videót tőlem, de hogyha van egy hétvége, vagy egy szünet, vagy bármi, változzatok meg, mert igazából nagyon sok ember azért önbizalomhiányos, mert nem tud önmaga lenni, nem tud úgy öltözködni, ahogy ő szeretne tényleg. És én amióta videózok, és olyan vagyok, amilyen én szeretnék lenni, olyan videókat gyártok, amiket én akarok, és olyan vagyok a videókban, amilyen én akarok, azóta ezt az egész témát tökre élvezem, és imádom ezt az egészet csinálni, úgyhogy azt mondom nektek a legjobb tanács, hogy a múltat engedjétek el, ne foglalkozzatok a külső szemekkel. Én mindig is olyan akartam lenni, aki a külső szemeknek megfelel, hogy nektek megfeleljek, mindenkinek megfeleljek, és olyan legyek, hogy mindenkinek megfeleljek. És egyszerűen, tehát így, most már nem érdekel, elmegyek a sarki kisboltba, papucsba, zokniba, melegítőnadrágba, meg vagy pulcsiba, mert egyszerűen nem érdekel az embereknek, hogy mi a véleménye rólam, mert egyszerűen olyan akarok lenni, amilyen én szeretnék lenni. És most lehet, hogy ezt úgy mondjátok, hogy jaj, neked egyszerű, téged nagyon sokan szeretnek, nagy a rajongói táborod, stb. De ez nem. Tehát mikor 2008-es feliratkozom volt, már akkor is olyan tartalmat gyártottam, amit én akartam, mert már nem érdekelt, hogy mit gondolnak rólam az emberek, és nektek ez tetszik, hogy olyan vagyok, amilyen én akarok lenni, úgyhogy én azt jelent nektek a legjobban, hogy menjetek haza, dobáljátok ki az összes olyan ruhát, ami nektek nem tetszik, mert csak azért vettétek meg, mert ez menő, mert majd tuti nekik tetszeni fog, erre már csak nagyon nem fognak beszólni. Nem! Menjél a boltba, és olyan ruhákat vegyél, ami neked tetszik, amit te felveszel, és nem érdekel, hogyha zöld, meg kék, meg piros, meg lila, meg sárga, meg minden szín van rajta, rendes színskála vagy, kit érdekel, ha neked ezt tetszik, akkor abba menjél iskolába, és a csesztetnek miatta legalább mutasd meg, hogy te ennek ellenére is olyan erős vagy, hogy mersz ilyen ruhákba járni iskolába. Én soha az életben nem jöttem volna, még a kollégiumomban sem vittem el ezt a rózsaszín, vagy lila, kutyusos köntös, mert hogy több gáznak éreztem, most meg 11 ezer embernek ilyen videót veszek föl, mert nem érdekel, hogy mennyire égettem le magam, mert ez nektek tetszik, úgyhogy én azt mondom nektek, hogy olyan nép legyetek, amilyenek ti szeretnétek lenni, és ne legyetek önbizalomhiányosak vagytok, mert csodálatosak vagytok. Nem lehet senki tökéletes, nem lehet senkinek modell alakja meg semmi, nem lehet tökéletes arcod, vagy tökéletes szemöldököd. Én például olyan vagyok, hogy ugye nem szeretem a sminkeket, de erről egy másik időben szeretnék nektek beszélni, mert én így szeretem magamat, nincsen megrajzolva a szemöldököm, az arcomon nincsen alapozó, korrektort sem használok semmit, csak tusvonalat és szempiraspirált, mert szeretem kiemelni így a szememet. Úgyhogy legyetek olyanok, amilyenek ti szeretnétek lenni, és ne engedjétek, hogy a külső emberek vagy a többiek határozzanak meg téged, hogy milyen legyen. Olyan legyél, amilyen te szeretnél lenni. Úgyhogy remélem valamilyen szinten segítettem nektek ezzel a videóval, és remélem, hogy jót tevettetek ezen a jó kis rózsaszín. Ezzel most így fogok kiköszönni. Úgyhogy várjátok a hajám, ez így nem jó. Mint valami nagy izé... cumós lennék-e. Úgyhogy ennyi lett volna ez a videó, remélem tetszett nektek, a következő videóban találkozunk. Addig is puszi a pocitokra, és sziasztok!